Hello, my friend! Hogy vagyunk? Hogy vagyunk? Ebben a videóban itt van velem Bebe! Hello! És András! Sziasztok! Más néven Andri. Köszöntelek titeket az új videóban, itt van velem két egészen különleges ember. Számomra de nagyon... Az összes videónkat együtt forgatjuk. Számomra nagyon fontosak. A lényeg, hogy ma ennek örömére, ennek alkalmából különleges édességeket fogunk enni. Elmentünk az Asia Centerbe, yeah. Nem titok, és hát onnan vásároltunk édességeket. Andrisnál is felvettünk egy videót, ahol furcsa, illetve kellemetlen, vagy nagyon very good üdítőket kosoltunk. Mindenféleképpen nézzétek meg. Meg Andrisnak, ezt már sokszor elmondtuk, de Andrisnak az Instagramját is nézzétek meg, mert ott a legalább vívva. Ez is elmondani mindig. Kezdjünk is bele! Akkor, mint egy ilyen... Rabszolga? Hát így van! Finomabb szinonimát kerestem, adhatom az első dolgot? Adhatod az első dolgot? Ez egy... Kancsó. Kancsó Choco Biscuits. Ezt amúgy azért vettem meg, mert nagyon sok helyen láttam, hogy eszik, és nagyon kíváncsi voltam, mert mindenki ódákat szeg róla. Veri sok van benne, pontosan 3 darab. Szóval el tudjuk osztani. Jaj, de ügyes vagy. Igen, múltkor a 0-5-öt is megmondtam. Igen. Matekból nagyon okos van. Fejlődtem sokat. Kezeket! Jaj, de mini. Ez szerintem finom lesz. Ez tudja, jó lesz. Csak megkapott ennyi, hogy... Ja, Istenem, ezt miért kellett? A Bekit ebben a videóban nem beszélünk. De most miért töltött? Miért ezt nem is kérdem, hogy... Igazából csak néztem, hogy húha el is. Aha. Nem volt. És nem volt az. Kicsit szárazás. Na jó, várjál, adok egy újat. Na is egy párat. Ez dominós. Ezt is megeszem, jó? Jó, amit szeretnénk. Persze, a készségeteket. De figyelj, mini! Igen, de semmi extra. Nem ízlik? Mert ez egy keksz, ami csokival van töltve. Nem az, hogy nem ízlik, de nem tudja, értitek, hogy mire gondolok. De jó. Na majd megenném biztos, hogy meg egy ilyen... most így éhen halok kávé. Én is tudom, éhes vagyok. Egy 10 perc alatt meg tudnám menni az, az egész csomagot. Na, ez egy finom kancsó. Next! Ezt a Betty-nyilat vásároltuk. Jó, igen, Betty, ezt nekem, ez miattad vettük. Ez egy kukoricás? Kukoricás gumicukor. Amit lehet tudni a Bettyről az az, hogy imádja a csöves kukoricát, és ő is... Nem vagyok csöves kukorica, de senki nem tudta észre, hogy azt mondtam a hisz helyett, hogy hisz. Én azt sem hallottam, hogy azt mondod hisz. Jó, mert nem azt mondtam, hanem, hogy hisz. Vettük neki ezt a kukoricás gumicukrot, és amúgy szerintem hát, nagyon menő lenne, hogyha kukorica íze lenne, de szerintem biztos, hogy nem lesz az. Tessék! De jó. De ennek olyan állaga is van szinte, mint a, annak a bébi kukoricának. Úristen, nagyon furcsa illata van. Úristen, szerintem kajak kukoricás lesz. Mehet? Vettük bele. Vaskerovszki, ez nagyon rossz. Én sem kérem. Én sem. Nem jön le a fogalom. Én direkt úgy rágtam, hogy csak így az elején ilyen. Jaj. Tényleg? Ez nagyon veri rossz. Jó, ezt tényleg így elosztogatni, tök jó. Úristen, Bettike! Mi ez? Ez... Jégnyalóka? De ugye? Mindenki. Mind a ketten. És a Bettynek mondtam, vagy a Barbie-nek mondtam, hogy ez le kell... Igen, de tényleges zseli. Zseli összevág. Én is azt hittem, hogy jégnyalóka. Ugye mostanában nagyon mennek ezek a zselis dolgok, és... Jó, mert úgy veszesz, hogy egy öreg asszony. De amúgy néha kicsit nem is érzem magam. Én almásat kérek. Úristen, akkor én viszont szőlőset kérek, amit te fogsz az epres. Itt. Csak ki kell nyitni, és... Oh! Az olyan, mint egy szörple jellisítve. Ez olyan, mint tudjátok, volt régen az az üdítő, az az aloe verás, olyan íze van. De nagyon fura állaga van! Ja, de tök jó. Tedd a fejét. Olyan, mint egy kukac. Kérek meg egyet. Ezt kóstold meg, ez nagyon, ez tényleg olyan, mint az az aloe verás. De a tiétek milyen ízű? Az enyém kékszőlős. Hogy ez nagyon jó volt. Nekem tetszett. Igen, jó. Ó, igen.
tiramisus Oreo. És szerintem ez a vékony változat. Én utálom a tiramisut. De a kávét azt szereted, nem? Nem annyira. Jó, de Ori! Nem vagyok nagy Oreo fan. Tényleg. Az összes kávé ugyanolyan. Úristen, nem érzek semmi egyszer. Ez nagyon jó. Ezt lehetne simán enni a kávé mellé. Uh-huh. Kávésütinek. Uh-huh. Hát jó, az lehet, de most így magában szerintem nem olyan nagy szem. Mi van veled? Ez nagyon jó. Kérsz még? Persze. Egyetek sokat. Most kiborult, hogy mi? Hát, ott van a földön. Nem baj. Jó, ez nagyon jó! Igen. És, imádom. Igen, és mangós, ez, tudjátok, az a ropi, ami be van mondva, valamilyen ízű csokival. Nem várnál meg, és nem evett egy napja. Na, de pincsa, mincsa. Nekem ez csalódás. Nekem is. Bár nagyon mű. Igen. Nagyon. Szóval de nagyon, a műmangó az nagyon jó. Én imádom. Ez nagyon mű. Kicsit olyan extra-ből számítottam. Igen. Okay, next. Na, igen. Ezt azért vettem meg. De nem tudtuk, hogy mi ez. Mert nem tudtuk, hogy mi ez. Annyi volt ráírva, hogy természetes tejcukor. Az mit jelent? És belül ilyen puha valamik vannak, amit nem tudom, hogy micsodák, de a csomagolása nagyon puha. Szó. Aj, ez azt mondja. Olyan toffi. Hogy? De ti nem ezt mondja. De miért itt van? Konnichiwa. Aha. De ez ki eszi csak úgy? Ennek nincsen semmi íze. Nincs. Ez egy szivacs darab. Ennek tej íze van. Uh-huh. Jó, hát tényleg. Nem szereted a tejet? Hát így nem. Amúgy nem rossz. Azt mondjam, hogy nem vagyok ilyen fanyalgós, meg ilyenek, de ezek nekem... De nem rossz. Hát mi is mi? Hát kicsit ízetlen, de nem rossz. De... Sár... Ez micsoda? Ez mocsi? Aha, ja igen, vettem mocsit. Ez mi? Én még soha nem ettem. Soha nem ettetek még mocsit? Soha. Bele ne fulladjatok. Mi? Ilyen nagyon durva, ez olyan, hogy így le tud csúszni a torkon, tudod, hogy... Jaj. Vagy licsis. Azt utálom. Vagy passion fruit, vagy mango. Passion. Én is szeretem passion. Én is. Akkor egy mangós volt az egész zacskóban. Figyelj, na, tényleg csak jól rágyáltatok, hogy ne fulladok. Gyümölcs? Szerintem, és ilyen nagyon ilyen... Aha. Úristen, olyan, mint egy implantátum, nem? Igen. És csak beleharapja? Uh-huh. Ez nagyon nem jó. Nekem ez nagyon. Nagyon rossz. Hát ma nagyon nem értünk egyet, csajszik a lakcáim. Megkóstolom a mangót. Úrs, ez... Na. Tusfürdő. Tusfürdő, jaj! Úgy érzem, hogy disztes marad a szám. Igen. De valamit ebből vettél még egy. Igen. Ebben van még epres, narancsos és homi melonos. Én a honi melon kérem. Szerintem ez az ez a... De egy van. Ezt mondom, hogy nagyon nem... Egységes. De miért van rajta ilyen megnevezés? A rózsaszín a strawberry box. Az tuti. Jó, figyelj, inkább szét. Izérom, tessék. Ez olyan, mint egy lekváros bukta. Ez jó. Aha. Ennek sincs túl sok íze, de ez már jó. Finomabb. Jó? Lekváros bunta. Nem. Jaj, nem most. Na, az utolsó, az csak utolsó pillanatban Andris mondta, hogy miért nem vesztük meg. Ez kékszőlős gumicukor. Pedig amúgy én nem szeretem a gumicukrot, de szerintem ezt el tudom képzelni, hogy azért szeretek vele kísérletezni, mert el tudom képzelni, hogy ez mondjuk finom. A kékszőlőnek az íze, én imádom ennek a műzés. Annyira jó a gyümölcslé is belőle. Nagyon szeretem. Ó, és de jó illata van, ez a borna. Ez olyan, mint egy gumivitamin. Uh-huh. Olyan illata van konkrétan, mint a borna. Nagyon... Nagyon finny. Ez a kedvencem eddig. Ez nagyon jó. Olyan vidám érzet szétrágni. Jó, ez nagyon finom. Nyami. Ez jó. Nagyon kincsi. Ez nagyon jó volt. Igen. Very good. Na jó. Mi volt a kedvencetek? Az egyetemen ez. Uh-huh. Neked? Meg a mangós poki. Igen. Ó, de mit is meg megjegyezted? Nekem amúgy nem ízlett semmi. Hát neked
az a jelly ízlet, de az se annyira. Ilyen jelly. Az a szívóztál, és azon ja, kívül tényleg semmi nem ízlet neked. Csak hát a mocsit, hogyha szereted, akkor az ízlet. De az sem ilyen kifejezetten. Ez az utolsó ízlet, nem egyedül így rendesen, hogy így ízlet. De az Oreo is. Ez amúgy nagyon durva, pedig te pontosan ilyen, pont az ellentetje, úgyhogy ilyen több pozitívan állsz a kajákhoz, és így majdnem minden ízli. Igen. Szóval ezt most nem értem. De az a tejes, az például azt egyáltalán nem értettem, hogy az ízlet. Nagyon jó. Hallott Tájföldön? Tényleg jó. Emlékszel, Tájföldön ettünk teljes chipset? És az jó volt? Nagyon, ilyen jó, édes, nagyon jó volt. Volt. Igen, édes. És utána azt vettük csak. Nagyon jó volt. Úgyhogy amúgy nekem ezek a teljes dolgok mindig bejönnek. Szeretem a tejet. Na jó, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok a videóban. Nézzétek meg Andris videóját is. Szó ismétlés Queen. És Isten a legaktívabb az Andris. Így van, ezt soha nem fogjuk megunni. Igen. És puszi, sziasztok! Csumidaftume! Csumidaftume! Sziasztok!